Ez a kívánságszolgálat, a heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Szokásos elérhetőségenket a képernyő alján olvashatják. Ezúttal is köszönöm a rengeteg üzenetet, visszajelzést, dalkérést. Valamennyire igyekszünk sort keríteni. Igaz, van, akitől egy parányi türelmet is kérünk. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Lár András humorista, költő és zenész tollából származik, és a következőképpen hangzik. Az akarata ellenére senkivel sem lehet jót tenni. Ezzel alig, ha lehet vitatkozni. A mai műsorban felidézünk egy korábbi beszélgetést, amikor is Újvári Marika énekes, előadó művész, római katolikus kántor, valamint Nicki Géza költő, Artisjus díjas zeneszerző, előadó művész volt a vendégem. Már csak ezért is érdemes lesz ma minket választani. Álljon itt a mai első üzenet. Somos Áron szüleit, idősebb Somos Áront és Somosné Katalint köszönti 25. házassági évfordulók alkalmából Debrecenben, az egész család nevében. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget és számtalan együtt töltött évet kíván nekik. Mi is a legjobbakat kívánjuk. Pere Jánossal és Turai Kismárjával folytatjuk, a dal címe Aranyesküvő. Kicsiny kis életünk villant fel a fénybe, ráborul 50 év gyönyörű emléke. Szeretetben, hitben, gazdag 50 évünk. Az öreg templomban újra esküvésünk. YouTube.com/kívánságszolgálat, ezt a címet már nagyon jól ismerhetik. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, hiszen így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött megtekinthető videókról, és tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat. Hársantal SMS-ben írt nekünk, egy korábbi adásunkban látta a következő felvételt, szeretné újra kérni. Címe: Jót mulattunk, szólt a nóta. Közreműködik Lakatos Miklós zenekara. Nyíri Szabó Sándor énekel. Más itt a búcsúcsárdás, holnap is lesz majd egy nap. Húzzad rá a vonót, bajtás, attól mindig boldog vagy.
jó, mulattunk szólt a nóta. Most mi mégis elválunk, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Mi jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Úgy jó minden búcsúcsárdás, hogy ha sokat mondatjuk, pihenjen a honót, folytás, holnap úgyis folytatjuk. Mi jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk. Mi jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk. Mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk. Mi jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk. Varjú Orsolya kolozsvári rokonait köszönti a következő dallal, üzeni már nagyon várja a mielőbbi találkozást. A dal címe Szervusztok, megjöttem újra, énekel Lukács Tímea. Én két ország között úgy jövök és megyek, hogy ott elköszönök, ide megérkezem. Az ott az otthonom, de itt van a hazám. Ha ott az est leszállt, itt a reggel köszönt rám. Szervusztok, megjöttem újra. Semmi nem jobb ennél, hisz köztetek lenni, az mindig oly szép. Szervusztok, de szép az élet, együtt most még az ének. Remélem, hogy csupa jó. Itt is egy kézfogás, itt is egy ölelés, búcsúzás, fogadás, csodás ez nem kevés. Szervusztok, megjöttem újra. Köztetek vagyok, s ez nekem oly szép. Szervusztok, de szép az élet, együtt most még az ének. Remélem, hogy csupa jót ér. Hát szervusztok, itt vagyok én. Csupa jót ér. Hát szervusztok, itt vagyok én. Vámos Dorottya Facebookon keresztül kérte a következő felvételt, egyúttal küldi mindenkinek, aki szereti, ezzel pedig már fel is vezetjük a következő beszélgetést.
Nicki Gézával folytatjuk, a felvétel címe A zenének csókját. Amikor a cigány húzza a szép magyar nótát, érezhetjük a lelkünkben a zenének csókját. A hallgatók és csántások gyönyörűen szólnak. Nem csoda, hogy a hallgatók mindig meghatódnak. Hogyha egy jó zenekartól hallhatjuk a nótát, egész biztos kellemesen töltjük el az órát. Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velem a stúdióban Újvári Marika, énekes, előadó művész, római katolikus kántor, és majd még egy nagyon fontos titulust is ide teszünk, valamint Nicki Géza költő, Artisjus díja, zeneszerző, előadó művész. Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy eljöttetek, és sok mindenről fogunk beszélgetni, de az első és legfontosabb kérdés a, hogy vagytok? Hát, hogy itt lehetünk. Szerintem remekül. Köszönjük szépen. Nagyon jól vagyunk. Ugye azért itt volt ez a pandémiás időszak, ezért is tartom egyébként fontosnak a hogy vagytok kérdést, hogy sok mindenben átalakult az előadó művészek élete, akár a fellépések tekintetében, sokkal kevesebb volt, online térre szorult vissza. Esetedben például remek lehetőség lehetett a még több alkotásra. Én erre is használtam. Na erről van szó, tehát azért mondom, egy picit bontsuk ki ezt a kérdéskört, illetve a ti közös munkátokról is beszélgessünk. Marika? Hát a közös munka, tehát csináljuk a dolgunkat, valóban most kevesebb a fellépés sajnos, de hát azért most már talán beindult, úgyhogy jó helyen mondjam, jó időben mondjam. A közös munka úgy kezdődött, hogy ő visszaütött, tehát hogy Marikát megismertem, és hallottam, hogy nagyon szépen énekel, és mivel nekem a tarsajomban már akkor is volt rengeteg magyar nóta, mondom, itt van egy remek alkalom, hogy felkérjem, hogy énekeljen a nótáimból. És jó párat elküldtem neki, és ő szerencsére jónak talált belőle elég sokat, és felénekelte. Ez így kezdődött. Igen. Azután nem olyan rég jelezte nekem, hogy írt szöveget. Ennek nagyon örülök, hogy megzenésíteném ezer örömmel természetesen, és így jött létre az első közös dal. Amelyet remélem még fog követni több. Félig a pandémiának köszönhető, igen, igen. Mert ezt a szöveget én már nagyon régen megírtam. Ez egy hálaadó dal tulajdonképpen, és az, hogy a pandémiát is túlélhettük, és hál' Istennek a családban is nem okozott azért hál' Istennek tragédiát, úgy általában pontosan ideje volt ennek a hálaadó dalnak, és ekkor írtam Gézának, hogy van itt egy szöveg a fiókban, ami most nagyon aktuális, és egy jó kis dallam kellene rá, de mondtam, hogy ha nem tetszik, akkor nem fogom szeretni, úgyhogy olyat csinálj, ami tetszik, igaz? Tehát mi mindig őszinték vagyunk egymással. Hát ez természetes.
És jótuk dolgoztunk rajta. Géza, itt egy félhangot lehetne, akkor jó, akkor rátű. Tehát azért ilyen telefon, tehát közös, online térben zajlott. Igazi közös munka. Laikusként én mondjuk óriási dolognak tartom, hogyha egy előadó művésznek kvázi saját szerzője van. De az, hogy egy szerzővel még ilyen minőségben is együtt lehessen dolgozni, az hab a tortán, én úgy gondolom, hogy nem csak megkapja a kézdalt, hogy tessék elénekelni, hanem igenis aktívan együtt lehet működni, elvenni, hozzátenni, megvitatni, és egy végeredményt közösen létrehozni. Én úgy gondolom, hogy akkor jó egy szerző, ő majd megmondja, hogy mikor egy előadó, amikor elfogadja a másnak is a véleményét. Mert szerzői oldalról van egy elképzelés, de énekesi oldalról is van, hogy hogy lehet azt elénekelni jól. Tehát több olyan nótával találkoztam már, amit mondtam, hogy igen, nagyon szép, de nehéz például a szöveget kimondani, mert a szerző nem énekel. Gézával azért is jó együtt dolgozni, mert ő énekel is. Tehát ő ezt, ha én azt mondom neki, hogy itt ezt nehezebb elmondani, vagy kimondani prozódiailag, akkor azt fogja mondani, hogy tényleg. És így azért könnyű volt együtt dolgozni, hogy könnyű volt közös nevezőre jutni, tehát egyikünk sem ragaszkodott mindenképpen a saját dolgához, mert megbíztunk egy más szakmai hozzáértésében. Ugye korábban egy adásban az Artisius díjadról már beszélgettünk részletesen, azt most nem hoznám elő, viszont Marikának itt van a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés, vagyis lovaggá avattak, melyhez szívből gratulálok ezúttal is. Köszönöm. Egy picit mesélj nekünk erről. Mi történik ilyenkor? Megcsörren a telefon, hogy művésznő? Lenne a Magyar Kultúra Lovagja? Gondolom, ennél egy picit összetette. Hát ez úgy működik, hogy az a közösség, aki mint a közösség fáklyája embert úgy gondolja, hogy szeretné erre a címre felterjeszteni, bármely egyesület vagy csoport a magyar tehát a falva kultúrájáért alapítványhoz bead egy pályázatot. És ez a jelölt tudta nélkül zajlik. Ősszel. Tehát számodra egy teljes meglepetés volt. És az én Kossuth Népdalkör Egyesület, amit már 26 éve kimondani is sok vezetek, ennek az egyesületi elnöke felterjesztett engem a címre a Népdalkör nevében. És az a kérés ilyenkor, hogyha akik megkapják ezt az elismerést, azoknak mint karácsonyi ajándékot nyújtsák át ezt a kitüntetést, vagyis egyáltalán megkapták, és én karácsonykor, pontosan karácsony este a református templomban mindig szolgálatot teszünk a Népdalkörrel, és ott ezt csak felállt az elnök úr, mert csak így hívjuk, Kádár László az elnökünk, és felolvasta a levelet, amiben írták, hogy ezt a díjat én megkaptam. Tehát ott ilyen óriási, hogy hú, hát én teljesen el voltam, de és még most is, hogy én egy kis faluból tesszük a dolgomat, én csak teszem Igen. a dolgomat, igaz, Géza, tesszük Fontos a dolgomat, és hogy ezt a kitüntetést, és január 22-én a Magyar Kultúra napján, itt Budapesten, a Stefánia Balotában adták át, hát ezt az szuper latibuszokban lehetne róla beszélni, csak köszönet és hála, és nagy felelősség is, mert igyekszem ennek továbbra is megfelelni. A beszélgetés előtt a Zenének csókját című dalt hallhattuk. Egy picit azért így utaljunk rá vissza, hogy mit kell tudni erről a dalról, hogyan született meg, mit hallottunk pontosan, és tegyük csomagba a Van mit megköszönni című felvétellel, ami meg most következik majd. Hát ugye a magyar nóta az egy olyan műfaj, ami két versszakban elmond egy történetet tulajdonképpen. Ez így van. És pont ez, hogy a zenének a csókja, tehát, hogy amikor megszólal a zene, az milyen hatással van, nem minden zene mindenkire, természetesen mindenkire más és más, amilyen műfajt szeret, és ez azt írtam le ebbe a dalba, hogy milyen nagyszerű a zene, hogy van zene, és hogy milyen csodálatos a magyar nóta is, és mindenfajta zene, hát jó zene van és rossz zene, ez a kettő van, tehát minden műfajban vannak csodálatos alkotások, és én ezt írtam le ebbe, hogy milyen nagyszerű az, hogy a zene, és mintha egy csók a lelkünkre, amikor hat ránk. Egyébként, mint szakértő, és nem akarok most egy hosszú fejezetet nyitni ezzel, de amikor más munkáira kinézel, akkor mennyire vagy kritikus, vagy mennyire foglalkozol más szerzők, alkotók munkáival, hogy tetszik, nem tetszik, ezen túl akár mélységében, netán hol a hiba benne,
Hát, kritikus vagy-e? Figyelemmel kísérem, olyan nagy kritikát nem szoktam. Nyilván, akár hát, csak magadnak megtartod a véleményt, az is egy dolog, igen, de hogy odafigyelsz azért. Figyelemmel kísérem azért az újakat különösen, és ugye mert a régiek már meg vannak írva, igen, igen, hallgatom, szívesen hallgatom, hogy megy tovább ez a műfaj is például, és minden műfajban vannak új alkotások, ami az örömmel tölt el engem is. Ugye itt van a Van mit megköszönni, ha jól értem, akkor ugye erről tettünk már néhány említést. Igen. Úgyhogy javaslom, nézzük meg közösen ezt a felvételt, és innen folytatjuk. Már is folytatjuk tovább a beszélgetést, és ugye az eddigi közös munkáról már esett szó, de nézzünk egy picit a jövőbe. Hosszú távon terveztek? Hát ezek után, mivel nekem tetszett a Marikának a verse, buzdítom, és vannak terveim. Ez egy jeles az Indexben, ha jól értem. Pontosan. Hát akkor nem is írtam volna, nem is zenésítettem volna meg, ha nem lett volna minőségi. Nagyon szép vers volt, és ezért mondtam, hogy neked feltétlenül írnod kell. Tehát nem úgy, hogy most minden áron, amikor jön az ihlet természetesen. Egyébként, ha már a jövő szóba esett, akkor merre találkozhatunk veletek? Neked azért ugye ott van a művelődés szervezői főállásod is, ami nyilván teljesen bet igényel. Néha gondolom cipőskanállal kell beszuszakolni egy-egy fellépést. Végülis igen, de azért megvan ennek a tehát művelődés szervezőként már azért nagyon sok éve dolgozom, és hátszerűen nagyon sok éve dolgozom előadóként is. Nyilván megvan az, hogy amikor egy éves munkatervben megvannak a programok, akkor oda nem tudok vállalni fellépést, és ez a sajnos nem sajnos, tehát hál' Istennek, hogy van munkám, és imádom, és én Tarcolon dolgozom, a Hatputonyos Borfalunak hívják a művelődési házat, és fantasztikus dolgunk van ott, és csodálatos programokat tudunk szervezni, de nyilván van, amikor emiatt le kell mondjak egy-egy fellépést, de ugyanígy bármi miatt lehetne, de ez szabadság is, hogy amikor viszont nincs ott rendezvény, akkor tudok menni fellépni. Engem mind a kettő dolog örömmel tölt el, és ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen
vagy egyiket, vagy másikat csinálom, akkor életben mindig ott vagyok, és mondhatnánk, hogy munka nem munka, mert egy művész embernek, ha olyat csinál, amit örül és élvez, akkor az, hát ha nem kellene mindig autóban ülni, az a munka része, de amikor a színpadon vagyunk, vagy szervezünk, akkor... Gyakorlatilag ennél komplexebb nem is lehetne, hogy az alkotó munkától, a dalszerzéstől kezdve, igen, egészen a lebonyolításig, a végeredményig minden egy kézben összpontosulhat. Akkor vannak idézelben gondok, amikor elhívnak egy helyre, és ott jön egy másik, és oda ugyanolyan szívesen mennék, és nemet kell mondani. Igen. Ez a legfájóbb egy előadónak, de meg kell, tehát éppen tegnapi nap folyamán volt egy ilyen, és vérző szívvel, és mind a két helyet, tehát mint a gyerekünket, melyik ujjamat harapja meg, melyik fel, mindegyik fel. De a becsület mindig az, hogy ahova először elhívtak, oda kutya becsület el kell menni, és a végén mindig úgy van jól, ahogy azt a Jóisten eltervezte, úgyhogy ezeket a dolgokat rögtön el kell engedni, mert úgyis a Jóisten elénk fog tenni egy következő lehetőséget. Géza, esetedben ugye a bemutatást a költő titulussal kezdtem. Sok-sok verses kötet után jogosnak érzem a kérdést, hogy a következő? Igen, már készülőben van. Van következő, lesz remélem még több is. És pont azon dolgozom, hogy az a pandémia idején is előszedtem, hogy összerendezzem egy újabb kötetbe. Azon gondolkodtam még, hogy mennyiben igaz az a kijelentés, hogy minden dalszerző költő, de nem minden költő dalszerző. Hát a kettő közti hajszálvékony különbség. Ez részben igaz, de szerencsém van, mert én dallamot is írok, és szöveget is, és önálló verset. Ami az önálló vers, az teljesen egészen más, mint nyilván egy dalszöveg, mert hát más kritériumoknak kell megfelelni, meg hát más egy szabad egy vers különösen, és én ezt hála Istennek mind a hármat művelem. Tehát de ezért nem ritka, mondjuk most nem szeretnék veled vitatkozni, de hogy hallunk egy nagyon szép dalszöveget, azt ugyanúgy el is lehetne szavalni. Így van, vannak. Igen, így mondom, hogy vannak gyönyörű. Hát ami nekem a kedvencem, meg is nevesített Dusán, nagyon imádom, mert ő fantasztikus. Vannak nagyon jó szövegírók, természetesen. Igen, ezzel egyetértek, hogy ma már sokkal mívesebb, tehát nem elég, hogy kezed, neked, veled, tehát ezek a hanem, igen, hanem bővebb, tehát sokkal kitágult. Nagyon sok fiatal van a pályán, popzenében is, nótában is, akik nagy gyönyörű szövegeket írnak, és nem mindig, tehát attól függ, hogy van, amikor a szöveg készül el hamar, van, amikor egy dallamfoszlány. Én mindig úgy járok, hogy toll, papír, mindig van nálam, kíváncsi, hogy ezt és akkor kérdezni. Én azonnal lejegyzetelem, hogy hát ha lesz belőle van, aztán újra előveszem, és mindig kattam. Hát előfordul, hogy elhelyezkedek kényelmesen az ágyban, és akkor valami akkor elalvás előtt eszembe, és képes vagyok felkelni, mert hát ha. Tehát akkor nincs olyan, hogy ideális állapot az ihlet érkezéséhez, jön az magától kérve kéretlenül. Pontosan. Reagálni kell hát, rá, hát én lejegyezni. Én szerintem az a legjobb, amikor jön, bár van, aki azt mondja, hogy a legjobb múzsa a határidő, ilyen is van. Na. Lehet egyébként határidőre dolgozni? Hát, vagy muszáj? Előfordul, egy idő után már van olyan rutin, hogy előfordul ez is, de szerintem az a legjobb, amikor az ihlet jön. Hallgasd a magyar nótát, ezzel zárjuk a mai beszélgetést. Esetleg ezt is felvezethetjük még néhány gondolattal. Hát igen, ez egy bizonyos... Önmagáig beszél a cím. Buzdítás, hogy hallgasd a magyar nótát is, mert egy picikét mostoha mostanában a magyar nóta, és szeretném, hogyha bekerülne a vérkeringésbe ez is, mint az egyik műfaj. Csak annyira. Én egyet tennék hozzá, hogy ne csak hallgassuk a magyar nótát, énekeljük is. Az a javaslatom, hogy tegyünk ide egy vesződ gondolatjelet, és egy következő alkalommal folytassuk ezt a beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy bőven lesz még miről. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek hozzánk, és akkor Nicki Gézával folytatjuk. Köszönjük a meghívást. Amiért az élet valójában, az benne van a magyar utában, amiért
Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várjuk Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!